mondd ki az igazságot, küzdj érte bátran, küzdj érte becsülettel. Pécs kertvárosban vagyunk, ahol a helyiek hívtak minket, ugyanis ez a része a városnak élhetetlen. Az idősek esténként nem mernek kimenni az utcára, a fiatalok és a hajléktalanok terrorban tartják a lakosokat. Itt a Spárnak az oldalán idős embert késsel fenyegetik meg például. Fényes nappal, hogy a biztonsági őr jön ki rászólni az illetőre, hogy hát nem szégyelled magad, hogy idős embert fenyegetsz késsel. Mondta a néni, az utolsó pénzét odaadta, mert megijedt fél, és te nem tudod bemenni a boltba vásárolni. Annyi pénz volt nála, zsemlét akart venni a boltba. Annyi pénzzel jött le, többet nem is mernek hozni magukkal, mert elveszik a kézikocsijukat, elveszik a táskájukat. Annyi pénz hozott le, és annyira megijedt, odaadta az utolsó pénzét, és te nem tudott vásárolni. Azt tudom mondani, hogy itt Kertvárosban borzasztóan elszaporodtak a hontalanok, és ezek a fiatalok. Én egyikre sem haragszom, megmondom őszintén, mert mindegyiknek valahol kell lenni. Na de hát, ha a kulturált körülmények között egymás mellett meg tudunk lenni, akkor nem is volna ebből probléma. Ugye bementem a rendőrkapitányságra, a rendőrkapitány úrhoz kértem időpontot, neki átadtam a petíciót, amit a lakók aláírtak, 350-en írták alá egy két utcából. Ő azt átvette, azt mondta, hogy mivel látja azt, hogy nagyon nagy lakosság igény lenne arra, hogy többet járőrözzenek, akkor ehhez mérten ők fognak igazodni. Na most úgy vettük észre, hogy azért az utóbbi egy-két napban többször megjelennek, de ugyanakkor ugyanazt elmondhatjuk, hogy a házak között még mindig nem nagyon látjuk őket. Fölköltöznek a tetőre, most ugye itt van a jobb idő, gyakorlatilag komplett heverők vannak, ilyen, hát nem heverők, hanem ilyen ágymatracok vannak oda kitéve, ruhákkal, bevackóva, rendesen, minden, takaróval. Jártálunk itt a ház végig, a Kamila utca 10 végében már ott ülnek, szóval már ott el vannak. Ott minden este 5 órakor, 6 órakor összejönnek, és akkor hajnali. És önöket érte valami támadás? Vagy inzultus? Hát én minket különösebben nem, mert már nem foglalkozunk velük. Nem, mert este már nem ismerünk le. Nem is jövünk le, hát minek. És a hontalanoknak és a fiataloknak este nagyon kivagyok téve. Én már este nem is jövök le szürkület után. Tehát mihelyt villany kapcsolódik közvilág, én már nem jövök ki. Pedig pár évvel ezelőtt én még szívesen hazajöttem a városból, a barátaimtól, egy jó beszélgetés után este 11-kor. De ha most erre sor kerül, akkor én taxiba jövök. Igen, egy idős néni mondta, hogy este jött haza a munkából, és egy hajléktalan ott a lift előtt aludt, megkérte, hogy szeretne lifttel fölmenni, erre az volt a válasz a hajléktalannak, hogy onnan nem megy sehova, és menjen föl gyalog, ha akar. Itt az iskolánál, ide nagyon jó lenne, hogyha eljönnének tényleg a rendőrök, mert itt a gyerekek ezek énekelnek, zajonganak, hát még az is menném talán mondani, hogy szippóznak. Akkor a pingpongasztalnál, hát itt szintén azt csinálják, hogy amikor bezár itt a piroska, főleg a nyári időszakban, akkor itt fogják a kis italt, akkor fognak itt isznak. Éjszakánként a gyerekeken sokszor én szólok rá egy órakor, fél kettőkor, hogy most már jó lenne, ha elmennének. Én a 7. emeleten lakom, videóra fővettem, hogy betörték a kirakatot. A rendőr azt mondta, nem hiteles. Fő volt véve, rendesen, az arc is látszott minden, és közölték, hogy ez így sztornó, mert ez így semmit nem ér. És arra lettem figyelmes, hogy jött két járőr. Ki is szállt az autó, elemlámpával, mert sötét az udvar, bement a két rendőr, de egymás mellett szorosan, és próbálták elhajtani a fiatalokat. Hát mit nem mondjak, a villanyt is lekapcsoltam, hogy nehogy azt higgyék, hogy én hívtam ki a rendőrt, mert utána megdobálják az ablakon. Kicsit tarthatatlan az állapot így. És ha valaki mer nekik szólni, akkor még be is szólni neki. Nem is akar, hogy... Miket szoktak beszólni? Anyádból, szóval ilyeneket. Fél tíztől megy a háború. Sőt, van olyan este, járok edzésre, hogy este nem merek ide följönni, olyan alkok ülnek itt a lépcsőn, hogy az, hogy felálljanak, az luxus, tehát... Ez 2006-os vagy 2007-es decemberi esemény volt, karácsony napja, Spár nyitva, itt, ahogy látszanak a kocsik, ott a, mi csak Nótafának hívjuk az illetőt, feleségem odaadta a kocsiból, mert ugye ilyenkor rájön az ember, az adakozhatnék, 20 forintot. És azt mondta neki, te büdös k***a, ne alamizsnát adjál, hanem pénzt.
az idősek meg egyszerűen nincsenek biztonságban, nem tudnak lejönni sétálni, nem tudnak itt este leülni egy padra, mert este már csak a fiatalok és a hajléktalanok vannak. Gyakorlatilag úgy néz ki az, hogy itt nappal itt vagyunk mi így az emberek, este meg kiürül az utca, mert nem mernek lejönni, és este már csak a hajléktalanok és csak a fiatal randalírozók vannak. Pont ez a röhely az egészben, hogy amikor az ilyeneket megpróbáljuk rendre utasítani, utána mindig mi húzzuk a rövidebbet. Esténként igen sűrűn használják nyilvános vízeldének, valamikor le sem mennek is innen távcélzásból, meg stb. Itt volt egy kapu egyébként, ugye ki is van tépve, meg ugye kaput is eltüntették, mert ugye a fém az ugye kell. Rendesen le volt lakatolva, hát ugye ennek a se a lakatnak, se a kapunak, se a pántnak semmi nyoma nincsen. Hát ott a falat is, ugye hát látjuk, hogy ugye rendesen lerugdossák, meg stb. Szóval, és ez csak egy-két dolog a sok közül. Elkeserítő az, hogy egyszerűen a szülők nem találnak a környéken egy olyan játszóteret, ahol a gyerekeket levihetnék, mert ami mozdítható, mondjuk fából volt padok, azokat elbontják, elviszik, de még ami betonból van, azt is szétverik. Egyszerűen a szülők nem tudják hova levinni a gyerekeket játszani. Én beszéltem a támasz alapítványt egy úriemberrel, és ő elmondta, hogy a legtöbb hajléktalan fej ruhatetűs. Na most kérdem én, ha ezek az emberek a játszótereken leülnek a padokra, vagy itt a köztéren leülnek a padokra, és utána én mondjuk, vagy mondjuk a kisgyereket leviszik játszani, és elkapja ezt a betegséget, az Isten nem írtja ki. Számtalan szó volt a kihívó rájuk a rendőrök, de jönnek, intézkednek, negyed óra, elmennek, visszajönnek, kész. Tehát tulajdonképpen semmi nem történik. De van, amikor már nem is intézkednek a rendőrök, ugyanis itt azért jól körül határolható az, hogy 10-12 hajléktalan van, tehát ők már ismert emberek. És a rendőrök olyan nehezen tudták szétoszlatni őket, és beszóltak a rendőrnek is. És ezek nem 20 évesek ám, hanem 10 évesek. Mi sem támogatjuk azt, hogy jöjjön ki a rendőrség, bírságolja meg, hajléktalan, nincs miből kifizetnie. Azt se támogatjuk, hogy elzárják őket, mert igazából miért. Az önkormányzatnak lenne az a feladata, hogy oldják meg ezt a problémát. Veszett fejsze, mert a szeszes ital 10 óra után nem adhatnák itt ki, hivatalosan kiadják. Igen, kiadják. 14-16 év körüli fiatalok megkapják a szeszes italt. Megkapják. Most itt volt egy úriember, aki azt mondta, hogy már nem igaz, de megkapják. Sajnos megkapják. Volt már olyan, hogy mellettem fizet. Meg az, hogy szabadjára vannak engedve. Egész nap az utcán lopnak. Hát szóval senki nem foglalkozik velük, hogy isznak, hogy drogoznak, hogy csavarok. És ez hétköznap, vagy hétvége? Az teljesen mindegy. Még karácsonykor is ülnek itt a padon. Az teljesen mindegy. Hogy tudjátok elviselni? Kényszer, fájó. Gyakorlatilag itt a csöves kordék vannak ide kiállítva, péntek, szombat este már meg van ágyazva, itt fekszenek keresztbe, van amelyik félig belelóg ebbe a szökőkútba. Tulajdonképpen hát érdemes lenne egyszer ezt megnézni. Szóval ez egy vicc, és azt mondják, hogy rendben van. Tehát azt mondják, hogy itt Kertvárosban minden rendben van. Este ki mer menni sétálni? Nem megyek nagyon, nem megyek már este ki. Hát mi ettől azt várjuk, hogy tényleg a rendőrök szálljanak ki az autókból, és igenis tényleg a házak közé is menjenek be, ahol elkövetik ezeket a bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, és ne csak a főutakon haladjanak végig az autóval, mert a főutak mellett nem látnak semmit. Nyilván nem a főutak mellett fognak ülni se a hajléktalanok, se a fiatalok, hanem benne a panelházak között. És a lakóknak ez megkeseríti az életét, nem tudnak aludni, füldugóval alszanak, az idősek nem mernek lejönni a boltba vásárolni, mert kifigyelik őket, utána leteperik őket, amikor a házukhoz érnek, elveszik a táskájukat. Ahogy elkészültünk a film utómunkáival, Tamási Zsolt hívott minket, hogy pécsi látogatásunk után egyenruhás rendőrök fenyegették meg. Állj le ezzel a dologgal, ha nem állsz le, össze fogunk verni. És egyéb fenyegetések is elhangzottak. A forgatás óta rendőrautó áll a házuk előtt. A rendőrök azt is hozzátették. Van pofát tőlünk kérni segítséget? Fordulj a jobbikosokhoz, vagy a csendőrökhöz.